A Szentendrei székhelyű Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület önkéntesei a háború kezdete óta már több segélyt juttattak el Kárpátaljára. Legutóbb a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének gyűjtöttek. Az adományt Beregszászon adták át az egyesületnek. A csomagok eljuttatásában a vigyázósok egyik nagycsaládos tagja is részt vett. Nekem is 5 gyermekem van, úgyhogy tudom, mi az, amikor a gyerekeknek új ruha kell, megetetni kell őket, és amikor hallottam erről a kezdeményezésről, akkor egyértelműnek gondoltam, hogy nekem ebbe részt kell vennem. Úgyhogy jöttem, hoztuk, és most itt vagyunk. A mintegy 6 millió forint értékű adomány összegyűjtésében nem csak az egyesület tagjai vettek részt. Kapcsolataikon keresztül sok segíteni vágyó embert sikerült megszólítaniuk. Ezeket az adományokat, amiket most ide kiszállítottunk Beregszászba, ezeket a Vigyázók Egyesület gyűjtötte össze. Alapvetően magánszemélyeknek az adományairól van szó. Ezen kívül meg lehet azokat a személyeket is említeni, akik a mi úgymond rajongóink, a mi támogatóink, hiszen tőlük is kaptunk különféle ajándékokat. Közülük külön ki kell emelni Puskás Attila nevezetű tagtársunkat és családi körét, aki nyugati kapcsolatai révén viszonylag márkás ruhakat tudott ide eljuttatni, kiküldeni. A lányom fodrász, a fodrászatban megy az élet. A lányom viszi a híreket, úgyhogy ott is az idősebb, kevésbé idősebb hölgyek is adtak össze, úgyhogy így sikerült kihozni egy egész autó rakományt. Igen, márkás minőségi ruházat, sapka, sál, az, ami térre kell itt idekint. Ezen kívül ott hoztunk még gyermekélelmiszert, konzerveket, rist, tehát ez ilyen általános napi szükséglethez való főznivalót. Ismerjük a körülményeket, tudjuk azt, hogy nincs áram. Szívvel, lélekkel adtuk. Élnek még öregek, akik visszaemlékeznek a II. Világháborús ínséges időkre, úgyhogy kedvel adták, hozták, rendes emberekről van szó. Az adományokat a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke vette át. Szilágyiné Tóth Gabriella elmondta, ez az adomány a lehető legjobb időben érkezett. Hála Istennek, nagyon sokan gondolnak mostanában ránk, és nagyon sok felől kapunk ajándékot, de ez különösen hasznos, amit most kaptunk. Új ruhák és élelmiszerre, erre mindig szükség van a családoknak. Adventi játékunk most záródik le, minden nap volt egy feladat, és kb. 85 család végigcsinálta december folyamán ezt a játékot, úgyhogy nekik lesz majd összeállítva ajándékcsomag. Én kell csővel kicsit. A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület nem segélyszervezet. 15 éve kutatják és újítják fel az első és második világháborúban elesett magyar katonák nyughelyeit a Kárpát-medencében. Most viszont úgy gondolták, hogy nekik is segíteniük kell a bajba jutott embereken.